Sziasztok! Itt is lennék egy jobb Totábor Arena videóval. És Nagy Sándorral lesz a videó. Ugyebár fejleszteni kell a kampányán lovasságot. Még kell nekik a lábvédő és a testpáncél, utána pedig 22.000 XP az elit kampányánokhoz. Na de akkor... hát akkor... kezdjük. És találkozunk a csatatéren. Battle calls me home. Oké, srácok, termopülei csatánk lesz. És kezdünk a 10-esnél például, mivel amúgy sincsen katapult. Szóval nekik az a hely nem kell. Én pedig kezdek a 10-esnél, mivel ha kell, akkor úgyis gyorsan előreérek. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Ja. A pace. Quickly. Double time. Mormilló gladiátorai vannak. Hit the wedge. Quickly! I have claimed first blood. Egyelőre nem lőnek a katapultok. Shock cavalry. Troops are under attack. Shock cavalry. Shock cavalry. Handel. Quick march. Smash them apart. Destroy. Shock cavalry. Apparently our allies see us as fitting targets. Cease fire! Run! Bakker, ne szopass már! Ott volt az a szarság, leálltak tőle. Wow. Nem tudunk bevinni normális lovasrohamokat. Shock cavalry.
sokan vannak. Fele neki megy a falnak. Mi nem tudjuk elvenni az ő bázisukat. Túl sok az íjászuk. Görög vs. római! Görög vs. római! Fuck! nem győzünk. Kizár dolog, Gigi. Kizár dolog, hogy győzzünk. Nekik maradtak íjászaik. És ezek az íjászok egyfolytában visszavesznek a bázisfoglalásból. Az itt lévő lovasok pedig szintén nem tudnak sokat tenni. Ja, nem volt az annyira rossz. Az volt a legrosszabb, hogy én próbáltam elintézni az íjászokat, de nem volt lehetőség. Állandóan védték őket pedig. Pedig, ha ezeket elkapom, akkor győzünk. Mert ezek az íjászok miatt veszítünk. Valójában az íjászok miatt veszítünk csak.
majdnem nyertünk. De csak majdnem. Tényleg, nekünk nem is volt előcsatározónk. Ezek állandóan csak rohamozzák őket. Te nem hiszem el. Még mindig. Ezért, hát mondjuk jó, persze próbálkoznak, de kizár dolog, hogy lehozzák az ellenséget. Ennyi. Meg fognak törni a kampányának, vagy levágják őket. Csávó nem akarja feladni. Itt római harcolt a római ellen. Csávó nem akarja feladni. Igaz, hogy ennek a csávónak jó képessége van, 13 másodpercenként tud rohamozni. Vagyis valójában 11 másodpercenként, mert 2 másodpercig tart a roham, de addig is visszaszámol. Szóval valójában 11 másodpercenként rohamozik. És 2 másodperc a rohamozási idő. Defend our base! Azért ahhoz képest, hogy lovassággal jöttünk szinte, nem csak szinte, hanem csak lovassággal jöttünk vissza, hogy védjük a bázist, rengeteg gyalogost meg tudtunk ölni. Na, Sulla nem akar meghalni. I will never surrender! Meghalt. Éj, ha ezeket az íjászokat elkapom. Ajjajjaj, már rég nyertünk volna. Már réges-régen nyertünk volna. Ajjajjaj.
csávó nem akar megmozdulni. Hát... Ja. Nem volt ez annyira rossz. Wow. Még ahhoz képest, hogy veszítettem, még így is 1427 csapat XP. Az nagyon jó. Na jó, akkor találkozunk a csatatéren. Join me. And the world will be ours. Vagyis... Várjunk fejleszteni valamit. Nem. Anvil, oké. Ezt fejlesszük. Jó, ez az Anvil képesség. Lelassítja az ellenséget. Na jó, akkor találkozunk a csatatéren. Oké, srácok. Hadrianus falát kaptuk. És kezdünk a 10-esnél. Az előző csata az jó volt, majdnem győztünk. Ha úgy vesszük, mondjuk azt, hogy rajtam múlt, mert lehet, hogy jobban kellett volna próbáljam, hogy elkapjam az íjászokat, de lehet, hogy akkor pont, hogy elveszítek egy csomó lovast. Ja, szóval ezt már nem tudjuk meg. De meg lehetett volna nyerni. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Lovasság, lovasság, nekem is lovas, az már 3. 4 játékos lovas. Annyira nem sok. Ne menj. Ne mert hátba. Fognak támadni. Bár az szép lovas volt. Az szép volt. És nem próbálja bekeríteni. Lol. For fuck's sake. Elefántok. Hát igen. Na jó, menjünk erre akkor. Quick march! Okay, crush them! Shock!
Á, mindegy. Defend our base! Double time! Capturing their base! Hova lettek azok az előcsatározók vajon? Szerintem visszajönnek a bázishoz. Our troops are under attack. Cover them. Még mindig ott kempel. Mi a franc? Még mindig ott kempel a izével, az előcsatározóival. Abba a kerjet se láttam még. Cavalry!
Sokan vannak. Igaz, vannak még barikkásaink. Játszunk időre. Inkább ezt lerombolom, mert még beleszalad valamelyik. Még van azért jó pár egységük. Hát már szerintem győzünk. Ha az elefánt nem támadja izét a... barikkyásokat, akkor győzünk. Ó, előcsatározó. Nagy a fenébe lettem én első. Na mindegy.
double time. A pace. Jöjjünk meg még ezekből itt. Hoztam, le akartam rohamozni a izéket, a menekülőket. Ne, ne szó... Oké. Okay. Wow, jó volt. Amúgy rálőttek a lovasokra, de ha meg is ölték volna az összes lovast, akkor se lett volna kevesebb pontunk szerintem. Ja, ez jó volt. Ez jó volt. Csak cavalry. Még kell 5000 XP. Na jó, 4800 és akkor meg lesz testpáncél. Na jó, megyünk még egyet és akkor kb. Annyi. Ja. Nothing is impossible. Oké, és találkozunk a csatatéren. Oké, srácok, Salernumi csatánk lesz. Kezdünk a 8-asnál. Egyből rámegyek erre a figyelőtoronyra. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Quick, march. Shock cavalry, quickly. Shock cavalry, shock cavalry. Quick, march. Semmi lova, aló. Ott voltak. They have claimed first blood. A pace. Shock cavalry. Quick march. Your command. Crush them. Shock cavalry. Our troops are under attack. Smash them apart! Crush them! Hold them! Shock cavalry! Run! Handel! Quick march! Elszúrtam a csávónak a játékját. Ajjajjaj, azért engem is elkapnak most. Annyira talán nem vészes.
Nagyjából a fele megmaradt minden csapatból, sőt, ebből csak 9 halt meg, 10, 14. Oké. Az úgy még tűrhető. Csávó még elmegy, nem? Oda sem megyek, nem érdemli meg. Inkább oda sem megyek, meg se érdemli. A csávó, mikor jön a lovasság, ő még elmegy, nem hogy elébe álljon. Vagy hogy felvegyen egy V-alakzatot így, egy szép V-alakzat. Valami. Nope. Nope. Na mindegy, meg se érdemli, hogy oda menjek, segítsek neki. Oké, túlélte. Jó, még jó, hogy a nagyobb csapat nem kapott el. Egy elefánt meghalt. Shock cavalry! Run!
dolgozott még mindig ilyen? Most már nem. Ő nyomta be először. Bár szerintem mi győzünk, hiszen nekünk van elefántunk még. És várjuk, nekik nem is volt. Nem hát. Helyes. Szar úgy, mikor az ellenségnek van elefántja és nektek nincs. Ja, GG. Ez kb. Ennyi volt. Hát csak némi lovas katonájuk maradt, azt annyi. Jó lenne ideérni a gyalogság, mert addig úgyse tudják elfoglalni a bázist. Azok a lovasok állandóan lerohamozzák őket. Yeah.
Jaj, gyertek már, bakker! Már rengeteg pontot szereznek a játékosok. Nekem mindössze 3000 jött össze, 3029. De ugyebár még a játék elején megállítottam azokat a nyergelt hadicsapatokat. Nagy valószínűséggel vagy bementek volna a bázisra és lehet elfoglalják, vagy csúnya hátba támadhatnak. De egyből le is állítottam őket. Ez jó volt. Győztünk. A lényeg a lényeg. Hát, sok XP-t nem szereztünk, de a lényeg, hogy győztünk. Ja, hát azért még jó sok csapat XP kell, hogy ez meglegyen. Oké, a következő videó pedig... Hannibállal lesz? Ja, Hannibállal lesz. Oké. Köszönöm a megtekintést, hamarosan jön a videó Hannibállal. Sziasztok!